Na. 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 La mi mamo, mi mamo, mi mamo. Na. Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan tudjátok azt érzékelni, hogy a játékos rálépett egy adott blokkra. Mint az a címben is ugye kiderült. Manapság ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit kapok e-mailekben. Hogy hogyan lehetne azt érzékelni, hogy a játékos rálépett egy blokkra, anélkül, hogy ott nyomólap lenne. Én ezt egyébként pont, hogy nyomólappal szoktam megoldani. Mutattam egy korábbi videóban, hogy hogyan lehet egy resource packből elérni azt, hogy láthatatlan és hallhatatlan legyen. Nem úgy, hogy ne halljon meg, hanem kétellel, tehát hogy ne lehessen hallani. Hallhatatlan. De erre természetesen van parancs, lehet azt tesztelni, hogy milyen blokk van a játékos alatt, és ennek függvényében lefuttatni egy parancsot. Ehhez egyébként elég egyetlen egy parancs, az execute, az tud ilyet magában, hogy blokkot is tesztel. Na, de meg is mutatom. Tehát, mondjuk én azt szeretném, hogyha gyapjúra lép a játékos, akkor mondjuk meghal. Csak ilyen kedvesen. Le kell kérnetek egy ismétlős command blokkot, give, név, és a... és ez a repeating command block. Puff, az ilyen lila színű. Most ezt lerakom ide, oké, és belírom azt, hogy execute. Ez lefuttat egy entitásra egy parancsot. Kukac A, ha szeretném, hogy minden játékos érvényes legyen, sőt, ezt lehet fokozni azzal, hogy minden entitásra, sőt, kicsit fel is turbózom, legyen minden entitás, ne csak játékos, hanem mobokra is legyen ez érvényes. Utána jön egy XYZ érték, ez most hullámvonal lesz, ott, ahol van, ezzel azt lehet megadni, hogy hol futtassa le a parancsot, ahol áll, ott futtassa le, és ezután jön a varázslat, detect, ezzel lehet megmondani, hogy blokkot is érzékeljen, detect, ezután jönnek a koordináták, mivel egyel alatta, ezért az y szerint mínusz egy alatta, aztán, hogy milyen blokk legyen, én ugye a gyaktut raktam, az vúl. És a nullásat raktam, azt hiszem. Igen, a nullásat raktam. Szóval, ha nullás gyapjú van, akkor öljön meg. Na, kit öljön meg? Természetesen csak saját magát, nem mindenkit. Úgyhogy azt írom, hogy kukac e. Ez eddig mindenkit megöl. Hozzá kell még azt írni szögetes zárójelbe, hogy C egyenlő 1. Ez azt jelenti, hogy a hozzá legközelebb lévő. Azaz ugye saját maga lesz. Jó, itt alul a gombot át kell kapcsolni, hogy Always Active legyen, ne kelljen hozzá Restone, illetve ha kibe kapcsolhatóra akarjátok csinálni, akkor ezt nyilván a másik állapotba hagyjátok. Done. Na, ez most ott fut, és hogyha egyszerűen gyapjúra lépnék, lerakok egy spawn pointot előtte, ha egyszerűen gyapjúra lépnék, akkor puff, meghalok. Azt is meg tudom mutatni, hogyha dobok rá más entitást, azt is megöli. Mondjuk egy... kit ne szeressek. Egy malacot. Próbálok rárakni malacot, hát azt megöli kegyetlenül. És azt is meg tudom mutatni, hogy más entitásokat nem fog megölni, csak azt, aki rajta van. Ha szeretnétek, hogy minden gyapjunk kinyíljon, tehát mondjuk legyen a sárga is halálos, most ugye nem halálos, mert nullát adtam meg neki, akkor itt a detect-be, itt a nulla helyett azt kell írni, hogy mínusz egy. Ez azt jelenti, hogy minden létező gyapjú. Most a sárga is gyilkos, nem is lépek rá, inkább csak tárgyakat pusztítok el. Természetesen itt nem csak kill lehet, hanem akármilyen másik parancs. Arra figyeljetek oda, hogy a célpont az jó legyen. Tehát, hogy saját magával futtassa le mindig. Mondjuk, ha játékot szeretnétek, akkor azt írod, hogy kukac A, aztán ide meg azt, hogy kukac P, a hozzá képest legközelebbi játékos. Tehát mindenkivel lefuttatom, hogy ője meg, ha gyapjúra lépett, a hozzá legközelebbi játékost, az ugye saját maga lesz. Szóval kill helyett természetesen lehet más is, lehet egymás után ugye több parancs is. Ahhoz már ilyen chain command block kell, ez a kódja, ez az zöld színű. És akkor ezt hozzá lehet kötni, ezeket is le fogja futtatni. Annyi, hogy én nem úgy csinálnám, hogy mindegyikbe belemásolnám ezt, hogy ha gyapjú van, akkor mit tudom én, akkor kapjon XP-t, meg szólaljon meg egy zene, meg nem tudom még mit kapjon, hanem én úgy futtatnám le, hogy meg is jelölöm a játékost. Na jó, ezt is gyorsan megmutatom. Tehát itt nem megölöm a játékost, hanem azt mondom neki, hogy scoreboard tag kukac P, természetesen ugye a legközelebbi játékos, még mindig az a saját maga,
Add, és valamilyen tag. Itt valamilyen szöveget lehet megadni. Tervezem, hogy erről a scoreboard tagről is csinálok majd tutoriált. Ja, lehet, hogy meg is csinálom. Itt most csak gyorsan annyit róla, hogy ez egy tömb, amiben szövegeket lehet fölvenni, és ezt lehet szelektorban tesztelni. Tehát ezt most így megírom, az scoreboard tag, kukacpé add, adjuk neki azt, hogy jó. Ú, tényleg innen kihagytam valamit, ide kell az, hogy players. Így. És a többi command blockban azzal a játékossal futtatom le a dolgokat, akinek ez a jó be van állítva. Tehát mondjuk kapjon give. Mindenki, akinek a tagjai között ott van, hogy jó, így kell ezt tesztelni, tag egyenlő jó, kapjon mondjuk kenyeret. A következőben meg kapjon mondjuk követ. Hoppá, stone. Úgy. És a végén természetesen levesszük róla ezt a teget, tehát ne a végtelenségi kapja a követ meg a kenyeret, hanem egyszer, ha rálépett. Illetve most, hogy be van állítva, addig fogja kapni, amíg a blokkon áll. És a végén majdnem ugyanaz, csak add helyett remove. Itt most a célpont minden játékos, felesleges begépelnem azt, hogy aki rajta van ez a tag, mert aki nincs, arról nincs mit levenni, aki meg rajta van, arról leveszi. Tehát ez itt tök jó. Jó, és akkor ez most így fut, és hogyha valamikor, illetve amíg bármilyen gyapjún állok, addig ugye ezek így futnak le folyamatosan, és kapom a követ, meg a kenyeret. Jééé, ha leszelek, akkor abba hagyja. Ha nem lenne itt a végén, ami leveszi ezt a teget, akkor azután is kapnám a követ, meg a kenyeret, hogy leszálltam róla. Tehát mondjuk ezt így kilövöm. És most még mindig kapom. Így. És igazából ennyi lenne, azt hiszem eléggé körbejártam a témát, meg azt is megmutattam, hogyha több parancsot akartok egymás után futtatni, akkor valahogy megjelölitek a játékost, én javaslom ezt a teget használni, ezt szoktam használni, egyébként lehet természetesen máshogy is, valamilyen score-nak az értékét állíthatjátok, vagy mi van még, nem tudom, XP szintet állítani, tehát bármi, amit tudtok szelektorral tesztelni. Ezeket a kódokat bemásolom a leírásba, úgyhogy mindent tudtok. Használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.